Nyolc forduló volt még vissza a koronavírus miatt március közepén félbeszakított NB1-es labdarúgó bajnokságból a május 30-ai újraindulásnál a kieséstől végig fenyegetett Paksi FC a megszerezhető 24 pontból 13-at begyűjtött, de ezzel együtt is a szerencse is kellett az utolsó meccs utolsó két percében a Debreceni VSC otthonában a bentmaradáshoz. Amikor egy-egyes állásnál kétszer is a kapufa mentette meg a PFC-t a kieséstől. A paksi bentmaradás a semleges szurkolók értékítélete alapján is abszolút megérdemelt. Bravuros győzelmet arattak a bajnokság meglepetés csapata a mezőkövet otthonában, és hazai környezetben x-eltek a videótonnal, úgy szintén a bajnok Ferencvárossal is egy sokáig emlékezetes beszédtémát jelentő mérkőzésen, amelyen a rendes játékidő végén még a Fradi 2 0 vezetett. A hosszabbítás 6 percében azonban páratlan csoda történt. Előbb egy jogosan megítélt büntetőből talált be az utolsó negyed órában egyértelműen fölényben játszó Oszter csapat, és jött a menetrendszerűen sokadik jobboldali támadás az utolsó perc, utolsó percének végén a téli új szerzemény Osvát Attila előkészítésével. A jobb hátvéd pompás középre a Csereként beállt sajbán egy szemfüles határozott mozdulattal juttatta a Dibusz kapujában, és lett kettő-kettő. Nagyon kellett a Fadi elleni Bravurix a bentmaradáshoz. Az élet ismételte önmagát a Debrecen otthonában is. Megint a jobbek küldte középre a labdát mérnöki precizitással, amiből ezúttal a tavaszi paksi gólvadász könyves Norbert volt, ezúttal fejjel eredményes. Osváttal a csapaton belül elfoglalt helyéről, szerepéről még a Fradi meccs után beszélgettünk. Az első fél időben kevesebb akció jött a jobb oldalon, kevesebbet forgattuk a játékot, mint a második fél időbe. Akkor is beléptem volna a játékba, de a második fél időben egy 2-0 után, vagy 0-2 után kicsit felszabadult, nem felszabadult abban, de, de, kicsit könnyebben mertünk előre menni, hiszen nem volt veszteni valunk. 0-0-nál azért egy kicsit óvatosabban játszottunk, nem akartunk neki esni a Fradinak, hiszen egy pont is pont itthon. Szerencsére a második fél időben már többször jött, át átforgattuk a labdát, többször jött a labda, igyekeztem kihasználni az adódó lehetőségeket, szerencsére végén tudtunk rúgni egy golt, és így így, kettő -kettő lett a meccs. Úgy volt aktív a jobb hátvéd, nem csak ezen a meccsen, hanem a többin is, hogy közben védő feladatát is maximálisan ellátta, nem volt előidézője egyetlen gólnak sem az összes meccsen. A Paksi bentmaradásban egy hasonló meccsvégi feltámadás szintén szerepet játszott, Zalaegerszegen ugyanis 1 3 szintén az utolsó percben sikerült döntetlenre hozni a meccset. Mindez kevés lett volna, ha a kötelező győzelmeket nem hozta volna magabiztosan a pályán remek összmunkát mutató Tolna megyei zöldfehér alakulat. A már kiesett Kaposvárt 3 óra, a Diós Győrt 4-2-re győzték le a paksiak oda A ellen mindig néz játszani, hiszen négy olyan játékosuk játszik elő, aki kis alacsony pörgős lenn van a súlypontjuk, nehéz felvenni a mozgásukat. Többi kevésbé sikerült megcsinálni, volt egy-két volt egy -két szituáció azért, amit jobban megoldhatunk volna, én is személy szerint is hátul a, csapat többi tagja, de, de hál' Isten örülünk ennek az egypontnak így a 96. percben. Mivel nem a kiesés elleni ádász küzdelemről, az éppen hogy bentmaradásról, hanem sokkal nyugodtabb évről beszéltek az indulásnál, így nagy ünneplést nem csaptak a hajnali órákban hazatérvén Debrecenből a játékosok és a vezetők. A mezőny egyetlen kizárólag magyar játékosokból álló csapata, köszönhetően Májer Gábor tavaly év végén bizalmat kapott vezetőedző munkájának, olyan erényeket mutatott fel a véghajrában, amire abszolút lehet alapozni, ami magában hordozza a középcsapattá vállás lehetőségét akár már jövőre. Osváttal, Szélpállal, Balog -Balázsal, Könyvessel, Hánnal és egy újra egészséges Bödével is, és a berobbanás előtt álló Sajbán főszereplésével. A csapati játékosai július közepéig szabadságukat, jól megérdemelt pihenőiket töltik, ekkor indul majd a következő szezonra történő felkészülés.